Szervusztok, Barbara vagyok, a Narcisz Coach. Emlékszem Sam Vaknin egyik londoni képzésére, ahol Sam, ugye tudjátok, ő az, aki a Beteges Önimádat című könyvet írta, mint a narcisztikusság egyik legnagyobb és érintett szakértője. Szóval az egyik előadásán Londonban rettenetesen kifakadt, talán még a fejét is fogta, káromkodni kezdett, amikor arról beszélt, hogy az áldozatok szeretik magukat narcisztikus mágnesnek nevezni. És mondta, hogy mi a faszom az a, nem akarok káromkodni, csak idézem, hogy mi a túró ez a narcisztikus mágnes, hogy minek képzelitek magatokat, nincs olyan, hogy narcisztikus mágnes, hát ti nem mágnesek vagytok, akik sétálgatnak az utcán, és akkor van egy ilyen mágnes, meg jön egy olyan mágnes, és akkor két mágnes összetalálkozik, hanem emberek vagytok. Na most, a mai videóban erről lesz szó, hogy vajon létezik-e ilyen, hogy narcmagnetizmus, vagy amivel azt szoktuk mondani, hogy bevonzottuk életünkbe a narcisztikust. Létezik-e ilyen folyamat, vagy nem? Ma erről Sam Vaknin elméletét fogom veletek ismertetni, és egy picit már fel is vezettem, hogy akkor ő szerinte létezik-e ilyen dolog, vagy nem, de érdekes meghallgatni az ő elméletét. Azért osztom meg veled ezt a videót, tudod, hogy erőt adjak neked, hogyha egy bántalmazó narcisztikussal vagy kapcsolatban, akkor talpra tud állni, fel tud ismerni a jelenségeket, ki tud lépni ebből, vagy hogyha nem bántalmazó, csak egy enyhébb, a skálán enyhébb fokozatban lévő narcisztikussal vagy, akkor könnyebben tanuld meg a helyzetet kezelni, amennyiben úgy döntesz, hogy szeretnél benne maradni ebben a kapcsolatban. Tehát erőt szeretnék adni neked. Ez az ismeret azonban veszélyes is lehet, hogyha rossz kezekben köt ki, úgyhogy kérlek, bölcsen kezeld, arra használd, hogy erősíted vele saját magad, mintsem arra, hogy bántod vele, kínzod, vagy visszavágsz a narcisztikusnak. Ha tetszik a videó, kérlek majd lájkold, nyomj egy tetszik gombot, a feliratkozás gombbal fel tudsz iratkozni a csatornámra, nagyon szépen növekszik a feliratkozók száma, szeretném is megköszönni nektek, mert most már majdnem elértük a 2500 feliratkozót, majdnem 100 videó van már fönn a csatornámon, és megoszthatod ezt másokkal is, vagy jelentkezhetsz hozzám egy az egybe coachingra, akkor is, ha te magad vagy a narcisztikus, vagy akkor is, hogyha áldozatnak érzed magad, vagy egy ilyen kapcsolatban élsz, ahol ezt a dinamikát véled felfedezni, ez lehet a magánéleted, lehet a munkahelyed is. Kérlek, végül juttasd el ezt a videót ahhoz, akiknek szerinted nagy szükségük van rá, hiszen lehet, hogy embereknek tudsz ezáltal ingyenesen nagy segítséget nyújtani. Szeretném felhívni a figyelmeteket az új programomra, amit be fogok majd linkelni ide a videó alá. Ez egy online webinár, azaz egy online heti egy alkalommal 10 héten, 11 héten át, 11. az már személyes lesz, de 10 héten át megtartott képzés, heti 1 óráról van szó, szombat reggelente tartom ezt, tehát érdemes rá feliratkozni, amelyben a narcisztikus áldozatok túlélőinek nyújtok képzést, egy közel három hónapos utazás során segítek abban, hogy fel tudjanak épülni egy ilyen narcisztikus bántalmazó kapcsolatban, és ennek az online formáját kínálom, de ugyanúgy narcisztikus személyekkel is foglalkozom, és párokkal is. Tehát a mai videó témája, hogy létezik-e olyan, hogy narcisztikus mágnes, angolul N-magnet, vagy tehát, hogy a narcizmust ugye ennel rögzítik, létezik-e ilyen, van-e ilyen, hogy valahogy bevonzom az életembe a narcisztikus, mert hogy számos narcisztikus áldozat meg van erről győződve, hogy ő valamilyen erőszakos cselekedet áldozata, ahol őt kiválogatják ezek az emberek, valamilyen képességük, beleszületett érzékenységük, antennájuk, együttérzésük, vagy az ő empátiájuk, szeretetük, gondoskodási képességeik miatt. Miről is van szó? Létezik ilyen.
Tehát a szem sem mondja azt, hogy nincs ilyen, de valójában ezek a tulajdonságok, akik ilyen szinten le tudják vadászni az áldozatokat, azok leginkább a pszichopatikus, kizsákmányoló narcisztikusokra jellemző, ezekre a ragadozó típusú narcisztikusokra jellemző, akik folyamatosan ilyen embereket képesek bevonzani az életükbe. A klasszikus narcisztikusok viszont megvetik az olyan embereket, akik túl érzékenyek, érzelgősek, mert ezt a fajta empatikusságukat, érzékenységüket ők valamilyen fajta gyengeségnek fogják fel. És szerintük ez a természetes, veleszületett, gondoskodó, empatikus képesség, ez valamilyen megalázó, nem kívánatos, sajnálatos gyengeség, amit megvetnek, és hogy szerintük ezek az emberek szerencsétlenek. Tehát a narcisztikus, általában a klasszikus narcisztikus nem tudatosan választ magának ilyen szemét, mert hogy számára ez a személy egy nem pozitív jelzőkkel illetett valaki. Tehát nem valószínű, hogy a narcisztikus emiatt vonza ezt a gyengétséget, a megértést, az együttérzést, mert hogy ezt abszolút nem tartja helyén valónak. Tehát nem tekinti ilyen szempontból az embereket valamilyen manipulatív áldozatnak, aki trükkökkel be tud venni, aminek az az egyetlen célja, hogy az elbűvölő narcisztikus kiszipolyozhassa valamennyi erejét, elvegye, az összes érzelmi szükségleteire használja fel a másik szemét, vagy hogy ezért fájdalmat okozzon, megkínozzon, miután valaki biztosította számára a kötődést, vagy a szeretetét, vagy a kölcsönös szeretetét, hogy akkor őt ki tudja használni. Tehát a narcisztikusok általában az empatikus, érzékeny személyekben a saját hibáikat látják felnagyítva, a saját hiányosságaikat látják visszaköszönni felnagyítva, azokat a tulajdonságokat és motivumokat látja felnagyítva, amit igazában benne hiány, és ezt ő prognosztizálja, tehát előrevetíti, ez egyfajta pszichológiai védelmi mechanizmusa számára, hogy ő egy ilyen helyzetbe szándékosan nem megy bele. Tehát ha azon gondolkodunk szemveknén szerint, hogy milyen a tipikus profilja a narcisztikus áldozatának, akkor azt kell, hogy mondjam, a narcisztikus által bántalmazott személynek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nincs ilyen. Az áldozatok, a narcisztikus áldozatai lehetnek bármilyen korú, bármilyen nemű, bármilyen méretű adottságokkal rendelkező, bármilyen kinézettel rendelkező és különböző státusszal rendelkező emberek. Nem meghatározó az életkoruk, a külcsin, a külsőség, vagy a karrierjük sem. Különböző önértékeléssel, önbizalommal rendelkező emberek lehetnek, különböző szakmai, oktatási, kulturális vagy intellektuális szinten, társadalmi szinten lévő emberekről is beszélünk, akik különböző családi háttérrel rendelkezhetnek, vagy személyes háttérrel, személyes élettörténettel, különböző történeti adottságokkal, vagy különböző gazdasági, társadalmi rétegből jöhetnek, vagy különböző vallási, vagy politikai hovatartozásuk lehet. Tehát nincs olyan egyértelmű paraméter, ami alapján a narcisztikusok áldozatokat választanak, és nem is olvassák ezeket, nem keresik ezeket a jeleket másokban, hiszen amikor narcisztikus forrásra van szüksége, akkor gyakorlatilag összeállnak bárkivel, aki ezt a narcisztikus forrást biztosítani tudja neki, aki eléggé odafigyel rá, dicséri őt, felnéz rá, figyelemmel árasztja őt el. Tehát ez az elsődleges szempont, hogy olyan ember lesz a narcisztikus későbbi áldozata elsősorban, aki nagyon sok narcisztikus forrást ad neki mindjárt akkor, amikor neki erre szüksége van. Tehát még egyszer, vannak olyanok is, akik bevonzák az áldozatokat, de ők a pszichopata narcisztikusok, akik számítóak, akik
tényleg olvassák ezeket a jeleket, akik keresik az áldozatokat, de ez nagyon pici száma, nagyon pici aránya az össz lakosságnak és az össz narcisztikusságnak is. Tehát általában nincs ilyen recept. Mit írtunk még össze? Hogy nagyon fontos szem szerint, hogy éppen ezért az áldozatok megszabaduljanak ettől a fajta, hogy mondjam, egy picit ilyen magukat is egy ilyen önsajnálkozó pozícióba helyezett nézőponttól. Tehát ne gondolják azt, hogy ők egy ilyen sárga szemű, szörnyeteg, folyamatos áldozatai, akik mindig őt odavonzák. Meg kell szabadulni ettől a fajta gondolkodásmódtól. Tehát ha valaki azt veszi észre, hogy ő többször is hasonló kapcsolatban volt, hasonló típusú bántalmazó kapcsolatban rekedt, és úgy érzi, hogy ő egy narcisztikus mágnes, akkor gondolja át az élete minden apró aspektusát. Nézze át az elmúlt éveit, egészen a gyerekkorától, ha szükséges, keressen ehhez szakembert. Én is sok ilyen ügyféllel foglalkozom, akinek átnézzük a gyerekkori traumáit, meg felnőtt korában rendszeresen megismételt lépéseit. Tehát érdemes visszanézni, áttekinteni az élete minden apró részletét, és megtalálni azokat a leginkább családi körülményeket, családi drámákat, családi traumákat, amik közrejátszhattak az ő választásában, vagy azokat a munkahelyi élményeket, vagy ha már párkapcsolatban élt a narcisztikussal, ami a saját családon belül történt élmény az évek során. És nézd meg azt, hogy kik voltak azok az emberek, akik kívánták a te társaságodat. Tekints vissza egészen onnantól, hogy elkezdtél párkapcsolatokat létrehozni kamaszkorodban, a jelen életedig, hogy milyen emberekkel álltál össze, és azt fogod látni, hogy nem mindig narcisztikus volt, aki melletted volt, hogy nem vagy te mágnes, nem vagy te narcisztikus vonzó mágnes, hiszen voltak kölcsönösséget előtérben helyező, téged szerető, téged megbecsült párkapcsolataid, társaid, voltak ilyen barátaid, voltak ilyen munkatársaid, tehát nem. És nem csak azokra gondolok, akik szexuálisan vonzónak tartottak, hanem akikkel bármilyen kapcsolatod volt, és mondjuk megfűszerezték az életed, barátaid voltak. Vajon ők mind narcisztikusok voltak? Hát szerintem nem, mondja ezt Sam. Biztosan nem mindenki az, aki téged akár szexuálisan vonzónak talál, akár elbűvölő személynek, barátnak talál. Jó, tehát ami életedben romantikus kaland volt, vagy internetes párkeresés volt, akkor válaszold meg őszintén magadnak ezt a kérdést, hogy vajon tényleg mindig ilyen emberek keresték az én társaságomat. Lehet, hogy csak arról van szó, hogy rosszul választottad meg a partnereid, mert vannak olyan ismétlődő sémáid, apukára, anyukára, vagy más személyre hajazó dinamika, amiket követtél, minták, amiket szeretnél, vagy tudatalatt is követsz, vagy esetleg olyan feldolgozatlan konfliktusaid, akár valamelyik szülőddel szemben, amit megpróbálsz a kapcsolataidban újra meg újra megélni, feldolgozni. Jó, tehát nem arról van szó, hogy mindenki az életedben narcisztikus mágnes, vagy te az lennél passzív mágnes, a narcisztikus meg az aktív, és akkor összeakadtuk, hanem egyszerűen rosszul választhattad meg azokat a társakat, ha ilyen volt az életedben, akiknek köszönhetően bántalmazásban vagy szenvedésben volt részed. Tehát te nem egy tudatlan vagy öntudatlan anyag vagy, egy mágnes, egy tárgy,
hanem emberi lény vagy, aki tudja azt, hogy mit csinál, nem egy folyamat, vagy valami történik vele, és csak egyszerűen összeragaszkodik valakivel, hanem egy olyan emberi lény, aki gondolkodó, aki meg tudja különböztetni a helyeset a helytelentől, aki információk alapján működik, le tudja vonni a következtetéseket, végig tudja gondolni, hogy mit és hogyan kellene másképp, és hogy a rossz bántalmazó kapcsolataid tulajdonképpen arra jók, hogy tanulságul szolgáljanak az életedben, hogy valamit megtanulj belőlük önmagaddal kapcsolatban, és hogyha ezt elmulasztod, akkor nem hibáztathatsz senki más, csak saját magadat, úgyhogy arra kérlek, tekintsd át ezeket a folyamatokat az életedben, nézd vissza, hogy hány olyan más típusú kapcsolatod volt életed minden területén, ami nem narcisztikus személyhez kötött téged, és ebből táplálkozz, tudd azt, hogy te vagy az, aki a sorsod irányítója, te vagy az, aki képes vagy ebből a helyzetből kilépni. Ha segítséget kérsz, nekem is van már, ahogy említettem, már más videóban is online kurzusom, meg fogod találni itt a leírást, a narcisztikus áldozatok túlélését segítő képzésemről van szó, amit elmondtam a videó elején is, tudsz rá jelentkezni, de számos szakmai anyag, könyv, videó segíti ezt a felépüléset, használd a mindfulness-t, meditálj, relaxálj, olvass sokat, töltődj, hogy legközelebb már ne egy bántalmazó, hanem egy szerető, kölcsönös kapcsolatban létez. Köszönöm a mai figyelmedet, ha tetszett a videó, kérlek lájkold, hozd meg másokkal is, és iratkozz fel a csatornámra, a feliratkozás gombot megnyomva, szervusz!